Üdvözlet mindenkinek! Ő a partnerem Péter, akivel bemutatunk egy gyakorlatot, mely segíti az egész test stabilitását, de különösen a vállak. A gyakorlatot trapézizom gyakorlatnak hívják, és csak két gumipántra van szükségünk hozzá. Ezek rugalmas pántok. Ebből a testhelyzetből kezdjük a gyakorlatot, stabil állásban, és egyszerűen csak 10-szer hátra kell feszítenünk a két karunkat egyszerre, hogy középen legyen a legnagyobb feszültség. Rendben. Azt hiszem, elkezdhetjük. 10, 9. Nyitott tenyérrel is végezhetjük a gyakorlatot, ha úgy tetszik, de anélkül, hogy túlságosan hátradőlnénk, inkább egyenesen álljunk. Aztán, ha partnerünknek is megfelel, kicsit hátrébb is léphetünk. Rendben. Érzed, Péter? Még egy kicsit. Csak még 5-öt. 4-et. Az utolsó 3. 2. És az utolsót tartjuk egy másodpercig a záró pozícióban. Tartsd, és lassan engedjük vissza. Rendben, köszönöm. Ez volt az első gyakorlat. Trapézizom állóhelyzetben, partnerrel végezve. Egy újabb gyakorlat következik partneremmel, Péterrel bemutatva. Itt állunk egymás mellett, egymástól fél vagy egy méterre. Ez a gyakorlatot végzőktől függ. Látható, hogy a gumipánt erősen feszül itt belül, mozgás pedig kifelé történik. 10-szer végezzük a gyakorlatot be- és kilégzéssel. Rendben. Kezdhetjük, Péter? Rajta. 10, és lassan vissza. 8, 7. És az is fontos ennél a gyakorlatnál, hogy rögzítsük a csípőnket, hogy ne mozogjon így végig, mivel a gyakorlat a felső testet, a hátizmokat, a mély izomzatot erősíti. Rendben. Az utolsó 4, 3, 2, és az utolsót kitartjuk egy kicsit, Péter. Rendben. És lassan vissza. Végeztük. Később aztán el kell végeznünk a gyakorlatot úgy is, hogy helyet cserélünk, hogy egyformán terheljük a hátizmainkat. Móvi játékunk következő gyakorlata egyben erősítő gyakorlat is, főleg a hátra és a karokra, és csak erre a gumipántra vagy szalagra van szükségünk. Félbehajtjuk a pántot, aztán fejünk fölé emelve felvesszük az alapállást. A térdek enyhén behajlítva, nem így és nem is így, hanem a kettő között. A pántot innen húzzuk a nyakunkig, majd újra felengedjük, de úgy, hogy végig feszüljön. Kilélegezve, lassú tempóban végezzük a gyakorlatot. Ügyeljünk arra, hogy feszüljön a pánt, és a végső helyzetben ne ilyen legyen, így túl rövid. Most jön a következő gyakorlat, amihez lefekszünk a matracunkra. Más segédeszközre nincs is szükségünk. Szóval, a gyakorlat neve trapézizom arccal a talaj felé. Most 20-szor ismételjük. Ez olyan gyakorlat, amely az egész testet, de legfőképpen a vállakat erősíti. A stabilitást statikusan edzük, a vállakat pedig dinamikusan. Feszüljön a lábunk, a fenekünk, majd emeljük meg a felső testünket, miközben tekintetünket a talaj felé fordítjuk. Aztán megemeljük a könyökünket 20-szor, de végig a talajt nézzük, különben túlságosan meghajlik a hátunk. Nagyszerű. És így folytatjuk föl, le, anélkül, hogy visszaereszkednénk a talajra. Nyitott tenyerekkel, így. Jól van. 19, 20, és pihenő.
A következő gyakorlat hasonlít a trapézizom gyakorlathoz. Ugyanaz a testhelyzet. Szóval felemelkedünk vigyázva, mivel ez teljes testet erősítő gyakorlat, és ez azt jelenti, hogy a testünk minden része megfeszül. Azt is jelenti, hogy a lábfejünk így áll, nem pedig így, hanem így, hogy a lábunkat is kontrollálni tudjuk. Felemelkedünk, tekintetünkkel a talaj felé, és annyi csak a különbség, hogy a fejünk felett nyújtjuk ki a karunkat. Ezt is nyitott tenyérrel végezzük, aztán lassan vissza, 20-szor lassú tempóban. 19-20. Ha kicsit kevésbé intenzíven akarjuk végezni a gyakorlatot, csak félig nyújtsuk ki a kezünket. Így is jó, így is lehet. Így nagyobb az intenzitás, így pedig fele akkora. De így is 20-szor ismételjük. Következő gyakorlatunkat is ugyanebben a testhelyzetben végezzük a földön, arccal a talaj felé. A neve pedig úszás szárazon. Mindenki ismeri. Első lépés, második lépés, és megemeljük a felső testet, aztán csak így csinálunk. 20-szor széles mozdulatokkal, hogy elérjük a szigetet. Na jó, de hol a víz? Tekintetünk a tenger fenéken. 19, 20, és már is biztonságban vagyunk. Itt a part. Üdvözlet! A következő gyakorlatunk a fenekünket, a mély farizmokat erősíti, és szintén nagyon egyszerűen kivitelezhető. Oldalfekvés a talajhoz közeli térdünk behajlítva. Egyik kezünk előttünk, a hasunk előtt, a másik pedig itt. Aztán felemeljük a lábunkat a levegőbe, lassú tempóban, mondanom sem kell. Ha nagyon pontosan akarjuk végezni a gyakorlatot, akkor a vállunk, a csípőnk és a bokánk egy vonalban van. Ennél a gyakorlatnál 15 ismétlés a cél, aztán a másik oldalra váltunk. Olyan magasra emeljük a lábunkat, amennyire tudjuk, és lefelé a földtől maximum 5 cm-rel tartsuk meg, mert ha letesszük, megszakad a mozgás, és az izmaink pihennek, és így nem hatékony. Ezért tartsuk az 5 cm-es távolságot, aztán emeljük újra a lábunkat. Ha akarjuk, le is tehetjük a fejünket. De ha ilyen pózban tartjuk, jobban látjuk az eget, a madarakat és a napot. A következő gyakorlatunk is nagyon egyszerű. Matracon végezzük a földön, a farizmokat erősíti, és mozgékonnyá rugalmassá teszi a csípőt. Meg is mutatom. Háton fekszünk, karjaink közel a csípőnkhöz. Föl és le, és remélhetőleg a mozdulat végpontja jó magasan van. Aztán lefelé tartsunk 2 cm távolságot a talajtól, ne engedjük le a fenekünket, tartsuk a levegőben. 14-15, aztán szünetet tartunk. Vége. Ez a gyakorlat a hasunk erősödésére van, hogy erősödjön itt bent, mert ez a rész a hátizmok ellenizma, ezért nagyon fontos a hasat is edzeni. A gyakorlathoz hanyat fekszünk, felemeljük a lábunkat úgy, hogy 90-90 fokban hajoljon meg, aztán balra felülünk, és lassan vissza. Felüléskor kilélegzünk,
és lassan vissza, nyitott könyökkel. And slowly back with open elbows. Ha változtatni akarunk, kicsit könnyebb, ha letesszük a lábfejünket. Így egy kicsit könnyebb. De ugyanazokat az izmokat erősítjük, ugyanazt a hatást érjük el. És végül 14, 15, csak feküdjünk és pihenjünk. A célcsoport, az 50 év felettiek számára az egyik legfontosabb dolog, hogy megőrizzék rugalmasságukat. Ezért végzünk nyújtó gyakorlatokat a végén. Mutatok is egyet a sok közül. Álló helyzetben végezzük a gyakorlatot, ami nagyon egyszerű. Emeljük fel a karunkat, könyök a fej fölött, aztán oldalra húzzuk saját kezünket, és lélegezzünk ide háromszor vagy négyszer, lassan, kétszer, háromszor, aztán lassan vissza. Azután jöhet a másik oldal, szintén ide vegyük a levegőt, háromszor vagy négyszer, ahogy tetszik. Becsukhatjuk a szemünket, ha úgy akarjuk. Aztán vissza. Így, nekem nagyon jól esett. Remélem önöknek is, és remélem élvezni fogják a movie összes gyakorlatát. Legyen szép napsütéses napunk. Viszlát!